A kerületi nyár nem múlhat el a bókai napközis tábor nélkül. Idén már az első héten hatalmas volt az érdeklődés, 100 gyerekkel több jelentkezett, mint tavaly a hasonló időszakban. 490 fővel nyitották a tábort. Általános iskolás korosztálynak szól elsősorban. Befogadjuk azokat a gyerekeket, akik éppen elbalagtak az óvodából, tehát már beírt elsősök. Az óvoda és az iskola között valahol félúton vannak, és a megjelenésben pedig inkább az alsó tagozatosoké, tehát kb. Olyan 60-70% alsó tagozat, és a maradék a felső tagozat. Van egy-két unikumként, egy-két fő hetedik, nyolcadikosunk is. Az eddigi sikeres programokat megtartották, sétahajóznak, a kerületi autóbusszal kirándulnak, például a Velencei tóra, a Jászberényi állatkertbe, vagy Visegrádra. A gyerekeket várja egy rendkívüli előadás is a fővárosi nagycirkuszban, járják a kerület játszóházait, az állatkertbe és a Városligetbe is ellátogatnak. A külön szakkörök is elmaradhatatlanok. A mosoletesek minden nap fognak próbálni az ő műsorukra, amit majd pénteken azt hiszem elő is adnak. A gitárosok pedig minden második nap egy kétórás foglalkozáson vesznek részt. 11-en vannak a gitárosok, éppen most fejezték be az első alkalmat, vagyis hát az próbálkozásaikat. Egyébként pedig a közbelső napokon kirándulni szeretnénk. Hát vár ránk buszos kirándulás, hajókirándulás, és amit még szervezünk. A gyerekek örülnek a lehetőségeknek, sokuk szülei egész nyáron dolgozik, így ez a kikapcsolódás fontos részét képezi a nyaruknak. Gitáron veszek részt, és azért veszek gitáron részt, mert nagyon tetszik, és szeretnék megtanulni gitározni. Külön foglalkozáson is részt veszek a városom, a nyálom, tehát az külön sportegyesületben is van mazsorettezek. Meg itt meg már harmadik éve. Az alapárban az étkezési költség szerepel, napi 417 forint. A kedvezményre jogosultak itt is igénybe vehetik a segítséget. A szakrajok heti 3000 forintba kerülnek. Úszás, túra, kézműveskedés, sportfoglalkozásokat is tartanak. Befizetés szerdánként 8 és 18 óra között. A tábor augusztus 24-én zárja kapuit.